Még 2017-ben született kormányzati döntés arról, hogy a Magyar Kézilabda Szövetségen keresztül 60 kézilabda munkacsarnokot szeretne megépíteni az állam. Ennek egyik nyerteseként Makó is debütált Lázár János közbenjárásának köszönhetően. A kiírásnak feltétele volt, hogy közoktatási intézmény mellett kapjon helyet a sportlétesítmény, így szavazta meg a képviselőtestület a Juss Gyula utca 23/B szám alatti telket. Az itteni mintegy 2000 négyzetméteres terület egy része az újvárosi református egyházközség tulajdonában volt, mielőtt az önkormányzat átadta volna a helyszínt a Nemzeti Sportközpontnak, 2018-2019-ben jelentős önerőből előkészítették azt. Így többek között ivóvíz és szennyvíz bekötésére, aknák, tűzcsapok kialakítására, csapadékvíz bekötésére, illetve átépítésére került sor, az iskola belső szennyvízrendszerének átépítésére, villamosenergia ellátás biztosítására, hálózatfejlesztési hozzájárulás szintén villamosenergia tekintetében, és ugye ezen az ingatlanon volt egy önkormányzati tulajdonban lévő nyugdíjas klub épület, ennek a bontására, illetve átköltöztetésére is sor került az elmúlt években, így összességében az eddigiekben 39 millió 350 ezer forintot fordított önkormányzatunk a most már mintegy 900 millió forintos beruházásnak a megvalósítására. A beruházással kapcsolatban Mágori András József, a 2. számú választókerület elnöke örömét fejezte ki. Elmondta, Újváros a közösségi infrastruktúra szempontjából rendkívül el volt hanyagolva, ezért is figyelemre méltóak a városrészben megvalósuló fejlesztések. A Búza utcai játszótér is hamarosan elkészült, tehát ezzel szemben az már előrehaladott állapotban van, és két olyan infrastruktúrális elemet fogunk tudni büszkén bemutatni a városnak, amely jelentőségében páratlan, tehát olyan két beruházás, ahol a város minden pontjára örömmel fognak menni. A C-típusú kézilabda munkacsarnok küzdőtere 20-40 méteres lesz, és egy 150 férőhelyes lelátó is tartozik majd hozzá, illetve csapatöltözők kapnak helyet a létesítményben, tudtuk meg Kaposváron hatósági ügyintézőtől. Küzdőtér és az öltözők mellett az épületbe elhelyeztek az egy konditerem, ami nyilván hasonlóan a küzdőtérhez nem csak a kézilabdázók számára adhat sportolási lehetőséget, hanem minden épület használó számára, és itt cél az, hogy minél szélesebb körben és minél nagyobb volumenben legyen kihasználva az épület. Siket Tibor beruházási csoportvezető kiemelte, a tervezés azért is húzódott el ennyire, mert hosszú távon a leggazdaságosabb üzemeltetést szerették volna kialakítani a 3200 négyzetméteren. Olyan megújuló energiaforrások merültek fel, mint napelemes rendszer és hőszivattyúknak a telepítése, ami egy dolog, egy kezdetben egy nagyobb beruházási költséget jelent, viszont hosszabb távon mindenféleképp az üzemeltetés szempontjából ez egy megtérülő dolog lesz. És részben miatt került egyébként ez a tervezés is hosszabb folyamatban, meg egyeztetésre. Az eredeti tervektől eltérően a Makovec Alapítvány kuratóriumában is helyet foglaló makói főépítész közbenjárására sikerült elérni, hogy a Honvédelmi Sportközponthoz hasonlóan a kézilabda csarnok is egyedi homlokzatot és színezést kap majd, ami illeszkedni tud a város modernkori építészetéhez.